Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 8 órakor. 2500 ember állása biztosan veszélyben van az állami intézmények átszervezése miatt, írta a Világgazdaság, ugyanis ennyien dolgoznak azoknál az intézményeknél, amelyek jogutód nélkül szűnnek meg. A lap szerint közvetett módon 24 ezer embert érint az átalakítás, és számításaik szerint nagyjából 200 milliárd forintos költségvetési támogatást érint az átszervezés. Lázár János bürokrácia csökkentési javaslatát több miniszter is kritizálta. A Népszabadság úgy tudja, hogy a legutóbbi kormányülésen többen is ellenezték, sőt egyesek pucskísérletként jellemezték a tervet. A Budai Nagy Antal gimnázium is csatlakozott a Miskolci Herman Otto gimnázium tiltakozásához. Közben már tüntetésre készülnek a pedagógusok Miskolcon jövő szerdán. A Herman Otto gimnázium tanárai novemberben írták nyílt levelükben, hogy felhívják a figyelmet az oktatási rendszer hibáira. A levél országos tanártiltakozást indított el, több mint 20 ezeren írták már alá. Ugyanakkor egyre több tantestület visszalép a támogatók listájáról. Mindezt felsőbb nyomásra, ezt írják számos iskolából a tanárok a tanítanék.hu oldalon. Senkinek semmiből nem lesz baja azért, mert csatlakozott a Herman Otto gimnázium nyílt leveléhez. Ezt nem sokkal ezelőtt mondta Rétvári Bence a Startban. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára hozzátette, folyamatosan tárgyalnak a pedagógusokkal, éppen ezért ülnek tárgyalóasztalhoz ezen a héten is. Azt mondta, arra törekednek, hogy közvetlenül a pedagógusokkal és tanári szervezetekkel egyeztessenek a vitatott kérdésekről. Lemondott, illetve más információk szerint lemondatták Gaskó Istvánt a Liga szakszervezetek éléről, erről az ATV.hu írt elsőként. Több egymástól független szakszervezeti forrás megerősítette, hogy bizalomvesztés miatt mondatták le az elnököt, mert felhatalmazás nélkül folytatott bértárgyalást a kormányzattal. Egy másik, a VDSS-hez tartozó informátor szerint azonban Gaskó maga mondott le. A volt elnök ellen több nyomozás is folyik, a többi között gyanús hotel és benzinszámlák miatt. Gaskó István azt mondja, hamis bizonyítékokkal próbálják lejáratni. Az ATV.hu értesülését a lemondásról időközben Gaskó István is megerősítette az MTI-nek. Ma hirdet ítéletet első fokon Hagyó Miklós és társai ügyében a Kecskeméti Bíróság. A volt szocialista főpolgármester helyettest és 14 társát bűnszervezetben elkövetett vesztegetéssel és hűtlenkezeléssel vádolták meg. A vád szerint 1 milliárd forintos kárt okoztak a BKV-nak. A vádlottak az utolsó szó jogán ártatlannak vallották magukat még január közepén. Az ügyvédek szerint nincs bizonyíték a bűncselekmények elkövetésére. A kormány közeli 888.hu portál egy szerzői aláírás nélkül közölt cikkben Tóbiás József MSZP elnököt és családját szó szerint gyalázta. Ujjás Gergely, a Fidesz frakcióvezető helyettese elhatárolódott a portáltól, és ezzel a frakció is egyetértett. G. Fodor Gábor, a 888.hu portál főszerkesztője, aki egyben a századvég stratégiai igazgatója is, annyit közölt az ATV.hu kérdésére, az újságírónak az a dolga, hogy újságot írjon. G. Fodor Gábor írt a konzervatív újságírásról is, amely szerinte, idézem, mindenkinek megadja, ami jár. Tóbiás József jogi útra tereli a dolgot. Az emberi méltóságot sértő jelzőket használtak a cikkben, az emberi méltóságot viszont minden újságírónak tiszteletben kell tartania. Ezt Rétvári Bence, az MMI államtitkára mondta a Startban. Az együtt felháborítónak és egyszerűen bunkóságnak tartja a cikket. Szabó Szabolcs, a párt országgyűlési képviselője szerint a portált és G. Fodor Gábort is a lehető legtávolabb kell tartani a közpénzektől, mert, mint mondta, felháborító, ha egy ilyen írás után állami megbízásokat kap a portál. A liberálisok pedig felszólították a kormányt, hogy minden támogató szerződést bontsanak fel a 888.hu-val. Úgy látják, a portál ízléstelen támadást indított Tóbiás Józseffel szemben. Eddig több mint 2700 földtulajdonost kellett kártalanítani a déli határa épített kerítés miatt. Pintér Sándor tájékoztatása szerint eddig összesen 195 millió forintot fizettek ki kártalanításra a több mint 1800 hektár használatba vett terület ellenében. Az érintett területeken kivágott fákat pedig szociális tüzelőként osztották szét.
A déli határon tavaly nyáron roham tempóban épült meg a kerítés. Szeptember közepén előbb a szerb-magyar, októberben pedig a horvát-magyar zöld határt is lezárták. Halálra késeltek egy dolgozót az egyik svéd menekült táborban. Az elkövető egy 10 éves menekült. Közben az Európai Unióban akár 2 évre is visszaállítanák a határellenőrzést a tagállamok. Az uniós országok bel- és igazságügyi miniszterei arra szólították fel az Európai Bizottságot, hogy teremtse meg annak a lehetőségét, hogy a jelenleginél hosszabb időre is vissza lehessen állítani a belső határellenőrzést. A mostani szabályok szerint ugyanis csak 1/2 évig ellenőrizhetnek a határokon, és ezt az időszakot lehet meghosszabbítani. A miniszterek a menekült krízissel indokolták a kérésüket. Na, a híradó után most újra Start, Róna Jegonnal, szervusz Egon, mivel folytatjátok? Gábor Benedeket hívjuk telefonon, szervusz Géza. Hívjuk azért, mert ő azt mondja, hogy Magyarország egyre inkább úgy kezd kinézni, mintha Rejtő Jenő írna. Szerintem meg ebben nincs igaza, mert Rejtő nagyon vicceseket tudott írni egy adott kitalált országról, ez meg nem annyira vicces, legalábbis hát szerintem nem szeretnénk. Aztán meg beszélgetünk majd arról, mégpedig Kánc Csaba külügyi szakértővel, hogy az a latolgatás, mi szerint február végére, március elejére Schengen megszűnhet, és hogyha megszűnik Schengen, megszűnhet az Európai Unió, mert értelmét veszti, az mennyire politikai hadjárat, és mennyire van valóság alapja. Utána Forgács Józsefet, az Ausztrál Tudományos Akadémia professzorát hívjuk, aki Magyarországra tett hazájába, eredeti hazájába látogatást, és akkor eljön ide a stúdióba hozzánk, hogy beszéljünk például a multikulturalizmus veszélyeiről, illetve válságáról. Ugye egyik olvasatban veszélyes, másik olvasatban válságban van csupán csak. Ő szociálpszichológus, tehát tulajdonképpen a társadalmi mozgások, működések a szakterülete, ezért fogjuk erről, meg a menekült válság kapcsán kialakult helyzetekről, társadalmi kezelési módokról kérdezni. Ezt követően szót ejtünk majd egy tánc előadásról és a Nógrád tánc együttesről, majd pedig egy bárról, mert hogy ismét lesz, mint minden évben, szóvivők bája, ahogy hirdetik, nem csak szóvivőknek, önöknek is, hogyha van kedvük a sajtó munkatársaival együtt mulatni, beszélünk erről is ma reggel. Nagyszerű, köszönjük szépen, tartsanak velünk a folytatásban, és én pedig délben várom önöket friss hírekkel, híradóval, addig is szép napot kívánok, viszontlátásra!